98-ban, ez 30 éve, hogy a Gezarol a B-Mobil elődje elkezdte a kerületben a beatzenét, ezt a rohadt focskos kapitalista, imperialista, fellazító zenét játszani. Az a baj, hogy a tavarisok még mindig itt vannak, a zene az sajnos a kerületben. Ma este nagy tapsal üdvözöljük a színpadon 5 éve dolgozó Gezarol együttes. Meg azokat, akik ők 5 éve hozzánk járnak. Thank you.
kutyából szaladva lehezen a gól, és megválva meg is fog jelenni, ha most egy régi szállítás. Miskolc! I'm gonna go.
Meillä niin siitä tuli matkin. Thank you.
2016-ban, és szabadságból Schuster Lórát, aki eltűnt időközben. Köszönjük, voltatok! Nagyon olyan hangulat mellett, Sanyi! Hogy itt voltatok, és nem ad megfogadjátok azokat a tanácsokat, amit eddig elmondtunk. Italt, módjával, napról semmi, műrődés, nagyon alaposan, mert nem éritek meg a dekkor. Vissza! Vissza! Right now.
so long. És annyit még, hogy Schuster Urántal a jövőben a kerületnél sokat tudna találkozni. Örülhetnünk az egyik parlamenti képviselőjelöltje. És mint mondottam, a gondviselést tegyen veletek úton hatban felé. Vigyázzatok egymásra, mielőtt azt a számot eljátsszuk, amelyik tulajdonság sajnos nagyon sok emberre jellemző. Ti ne legyenek azok. Paranoid! Ez is, mint az eddigi.
fajta súlyember balra. Most pedig Gábor. A jövő a fiatalság. Sárvár Vilmos, szintén a jövő a fiatalság. Boltony Ágoston a terepe egyik alapító érdekes, hát 69-ből. Hát meg pláne az ő ifjúság. Láncsa Gábor, akinek el a felső bulia velünk, köszönjük neki a segítséget. A Hely Zsó nevű úriember, aki a Péva Vilmos segített ki bennünket, és az új nevezet ő fog énekelni. A másik gitárosunk. És Lati Zoltán, aki általában elbújik a billentyűk mögött, de négy közvetetlen. Schuster Nori, aki nincs itt, és a Gábor, aki itt volt a Szabad Európa Együttestől. És a zenekar motorja, képviselőnk, Szakács Gábor! Köszönjük szépen, így hirdettük meg, hogy az, hogy akinek be kell menni a városba. Köszönjük nektek az újságokat, vigyétek, itt van ingyen, és olvassátok. Köszönjük. Thank you.